Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvérek, a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár így kezdődik: az ó emberek nyilván boldogok. Urunk Istenünk, szívünk szerint keresünk most téged. Elhozzuk az életünket, elhozzuk az ajándékainkat, amit tőled kaptunk, hogy megmutassuk és hálát adjunk. És elhozzuk a panaszainkat, a fájdalmainkat, a nyomorúságainkat is, hogy azokban is osztozzál, mert te osztozol és látod őket. Így kérünk, hogy légy velünk, és áldj meg ma bennünket. Ámen. Áldás békesség, jó reggelt kívánok mindenkinek szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki meg tud birkózni az óra átállítással egy hosszú munkahét után, hiszen tegnap is munkanap volt, illetve a futóversenyt is ki tudta kerülni, vagy éppen betért onnan. Szeretettel köszöntjük itt az Isten tiszteleten minden gyülekezeti tagunkat és minden vendégünket, aki talán először van itt közöttünk. Ugyanígy szeretettel köszöntjük a Pax TV nézőit, illetve az interneten keresztül hozzánk csatlakozó testvéreket a mai Isten tiszteleten. Nagyon sok hirdetés van, amit a hirdetőlapra felírtunk. Hadd emeljek ki néhányat, csak nagyon röviden, de akik itt vannak, tudják olvasni. Fontos információ, hogy az esti Isten tiszteleteink a nyári időszámítás szerint 7 órakor, 19 órakor fognak most már kezdődni. Ez egészen majd őszig lesz, ha Isten így akarja, ha esetleg van nyári szünet benne, azt majd jelezzük, de este 7 órakor kezdődnek. Kiáratnál a Budatéka könyvsarok könyveit ajánljuk a testvéreknek. Holnap este tabulatúra, régi zeneklub lesz itt a templomban. Szülőket egy szülőkiskola alkalomra hívjuk az online tartalmaktól való függéssel kapcsolatosan. Elsősorban a gyerekek függése van itt szó fókuszban. És szeretettel hívjuk majd a fiatalokat a rakpartira. És még a nagy heti alkalmaink is itt sorolódnak, illetve a táboraink, amiket itt a testvérek elolvashatnak a hirdetőlapon. Folytassuk Isten tiszteletünket most, és a 325. dicséretünket, az új énekeskönyv 325. dicséretét énekeljük, annak valamennyi versét. Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom.
Testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, a 11. Zsoltár szavait, imádságát olvasom. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy rálőjenek lesből a tiszta szívűekre. Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek a trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantásra megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk mi is ehhez a csendhez lecsendesülni. Szeretnénk úgy lenni most itt veled, hogy miközben annyi nyomorúság, fájdalom, bizonytalanság van az életben, ezektől eltávolítjuk magunkat, eltávolítom magamat, és csak rád figyelünk, csak rád figyelek. Szeretnék megköszönni, hogy az előtted való csend mindig annak a lehetősége, hogy te megszólalj. Hogy a csendben mi lehetőséget adunk neked, hogy ne csak mi beszéljünk, hanem te is szólj, te is hallassad a hangodat. Köszönjük, Urunk, hogy igéden keresztül akarsz ma bennünket tanítani, és hogy lelked akarja ígédet megáldani. Kérünk most azokért, akik szintén ebben az időben összegyűlnek, ebben a városban, vagy ebben az országban, akik téged keresnek, és akik téged hirdetnek, hogy a te áldásod legyen rajtuk. Nézz a mi népünkre, nemzetünkre ebben az órában, és eleveníts meg bennünket ígédnek a hatalmával, erejével és szeretetével. Azokat, akik megfáradtak, akik bizonytalanok, akik nehezen lépnek közel hozzád, vagy éppen úgy érzik, hogy távolodnának, vagy akik éppen az élet olyan terhét hordozzák, amely elviselhetetlennek, kibírhatatlannak és kilátástalannak tűnik. Így köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük lelkedet, kérhetünk téged, hogy ígéd üzenete
igéd hirdetése, valódi találkozás és a te szavad meghallása lehessen. Jó itt lenni veled, és köszönjük, hogy te is erre vágysz, hogy velünk legyél. Ámen. Az igére készülve, a ige hallgatásra készülve, kérjük Isten lelkének a jelenlétét. A 264. dicséretünk egy meglévő versét énekeljük. Jövel, ó áldott Szentlélek! Hallgassátok meg, testvéreim, az evangélium szavait, Jézus történetét, a Máté evangélium a 4. fejezetének első 11 verséből, ahol így olvassuk Isten igéjét. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Még egyszer nagy örömmel, sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma délelőtti Isten tiszteletünkön. Böjti időszakunkban több ige volt előttünk, amely valamilyen módon a böjthöz, a böjti felkészülésünkhöz és egy kicsit a visszahúzódásunkhoz is kapcsolódik. És adódik, hogy ez a történet is, ahol Jézus 40 napig éjjel és nappal böjtöl a pusztában,
előttünk legyen, figyeljünk rá, és valahogy próbáljuk a szívünkhöz közelíteni, hogy nekünk ez mit tud jelenteni. Kérdés, sok-sok kérdés tud felmerülni, azt hiszem, ezzel a történettel kapcsolatosan. Az egyik kérdés talán az, hogy hát miért van erre szüksége Jézusnak? Hiszen ki is mondatik itt ebben a történetben, hogy ha te vagy az Isten fia, a gonosz számára egyértelmű már, hogy kicsoda ő. Miért van szüksége az Isten fiának, az Istennek erre a kísértésre, erre a próbára? Miért kell neki elmennie a pusztába? Miért kell ott 40 napot böjtölnie éjjel és nappal? Miért kell ezeket a nehézségeket átélnie? Hiszen ő egészen más, mint mi vagyunk. A válasz talán ez az lehet erre, hogy azért, mert ő egészen olyan, mint mi vagyunk. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor Jézus megkeresztelkedik. Keresztelő János a bűn bánatot és a bűnbocsánatot hirdeti, amikor megkereszteli az embereket, és amikor Jézus maga megjelenik, hogy megkeresztelkedjen, akkor maga a keresztelő János mondja azt, hogy mi van itt? Hát nem hogy te akarsz megkeresztelkedni, hát te vagy az Isten báránya, aki elveszed a világ bűnét. Én kereszteljelek meg téged? Inkább te keresztelj meg engem. János megérzi ezt a konfliktust, hogy hát ő sokkal kisebb annál, aki utána jön, és annak még a sarúja, szíját sem méltó, hogy megoldja. De Jézus azt mondja, hogy nem. Nekem meg kell keresztelkednem, így vállalom, így mutatom ki az azonulásomat veletek. Így mutatom ki, hogy én is ugyanolyan ember vagyok, mint ti. Mert tudnunk kell, hogy Jézus nem 50%-ban ember és 50%-ban Isten, nem 60%-ban Isten és 40%-ban Isten, nem 80%-ban Isten és 20%-ban ember, hanem Jézus 100%-ban Isten és 100%-ban ember. Ezt a két tulajdonságát, ezt a két természetét nem tudjuk szétválasztani, de nem is tudjuk külön nézni, egyszerre és külön is. És akkor Jézus megkeresztelkedik, vállal bennünket, az életünket, a nyomorúságunkat, itt kezdi fölvenni magára az ember nyomorúságát jelképesen. És azt éreztem meg ebben a történetben, testvérek, hogy Jézus azért megy a kísértésbe, hogy velünk ugyanúgy azonosuljon, hogy ugyanúgy megmutassa, hogy milyen az, amikor az embernek vannak ilyen nehézségei, ilyen próbái, mert hogy vannak. Vannak ilyen nehézségeink, és vannak ilyen próbáink. Vegyük sorra ezt a történetet, hogy milyen nehézségekkel küzdünk, amikor a kísértésekről van szó. Hogyan van ebben Jézus, hogyan tudunk mi ebben benne lenni, hogyan jön ő ki ebből, hogyan akar Isten bennünket kivezetni ebből. Az első kísértés, az első nehézség a 40 nap után, hogy Jézus megéhezik. És ekkor lép hozzá a kísértő, aki azt mondja neki, hogy ha Isten fia vagy, hát mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Tulajdonképpen egy alapvető szükséglete az embernek a fizikális életének a fenntartása. Egy alapvető szükséglet, ami nélkül nem is tudunk élni. Nem is tudom elképzelni, hogy Jézus ugye a 40 napos böjtöt hogyan bírta ki, éjjel és nappal. Nem is tudjuk pontosan, hogy mit jelentett ez, de ő bizonyára ezt nagyon komolyan vette. Nagyon komolyan vette, hogy ne az étkezésre figyeljen, hanem valami nagyon fontosabbra, magára, az Isten közelségére figyeljen. De tudnunk kell, hogy ez egy alapvető szükséglet, és ezeket a szükségleteinket be kell tölteni. Amikor
mi a saját életünkkel szembesülünk, amikor a saját életünkre nézünk, akkor nekünk is megjelennek a kenyérgondok, azt hiszem. Főleg most ebben az összekuszálódott világban még nagyobb bizonytalanságban érezzük magunkat, talán éppen a kenyérgondjainkat is érintőleg, hiszen különböző híreket hallunk arról, hogy merre megy a világ. De mégis Jézus arra figyelmeztet, hogy, és az ő válasza, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével két dologra mutat rá. Az egyik dolog, amire rámutat, az az, hogy neki van egy küldetése. Neki van egy tehetség, egy képesség, egy adottsága, egy hatalma, és amit ő kapott, azt nem lehet elpazarolni más dolgokra. Nem lehet csupán csak a kenyér gondra rátenni. Nem lehet csupán csak a kenyér gondot megoldani azzal, ő sokkal többet kapott ennél. Ő nem azért jött, hogy saját magának a szükségleteit kielégítse. Nem azért jött, hogy mutogassa, hogy ő hogyan tudja ezt tenni. Ő tudott kenyeret szaporítani, de adott másoknak belőle. Azért tette meg, nem azért, hogy ő jól lakjon. Az alapvető szükségleteink azok alapvető szükségletek, és nem is erről van szó, hogy ezeket nekünk, keresztényeknek el kellene engednünk. Hanem az a kérdésünk, mindig az a kérdésünk, hogy a kenyér gond nem válik-e a legfontosabb gondunká. Vannak élethelyzetek, amikor igen. Vannak élethelyzetek, amikor ez a legfontosabb kérdésünk, és azzal nincsen semmi baj. De hogy az egész életünket vajon, amikor már nem is ez volna a legfontosabb kérdés, nem hálózza be túlságosan is az, hogy hogyan fogok megélni, hogy mire használom a tehetségemet, és csak az lesz a fontos, amikor a kenyérről, az alapvető szükségleteimről szeretnék csak és kizárólagosan gondoskodni. És itt lehet beszélni egy kicsit arról, hogy ahogyan a mindennapi életben jelen vagyunk, például a munkánkban, akik dolgoznak, vagy akik tanulnak. Vajon miért élünk, és miért tanulunk, miért indulunk el minden nap ezeknek a feladatoknak a teljesítésére? Mert beleeshetünk abba a csapdába, hogy azért élek, hogy dolgozzak, és hogy a munka mindent kitölthet, és minden csak a legfontosabb lehet a munka, aminek egy idő után nagyon könnyen tudok a rabjává válni. Hanem azért dolgozom, hogy élhessek, és hogy megtaláljam az életben azt a küldetést, azt az értelmet, ami nem feltétlenül és 100%-osan az irodában vagy a munkában eltöltött idők jelentik, hanem az életnek a teljességét megtaláljam. És nagyon fontos, hogy az apró részletekben, amikor a kenyér gondomat meg kell oldanom, mert dolgozom azért, hogy ételt adjak magamnak, vagy a rám bízottaknak, látom-e benne, vagy meg tudom-e keresni, vagy keresem-e, vagy szeretném-e látni, hogy így az Isten dolgai, az Isten országának az épülése, az mennyire van ott jelen? Ezt a kérdést ugyanakkor úgy is válaszolja meg Jézus, hogy azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából jön. Ez is táplálja az embert. Nagyon könnyen elfelejtjük ezt a fajta táplálkozást, ezt a lelki táplálkozást, hogy nem csak az a megtöretett kenyér van, nem csak az asztalon lévő étel az, ami az életet biztosítja, hanem a belső életünket, a lelki életünket, a spiritualitásunkat, azt az Istennél tudjuk feltölteni, az Isten tudja megadni.
És hogyha ezt elhanyagoljuk, akkor valóban a kenyér gond az nagy gonddá válik, és hogyha ebben erősödünk, akkor talán más vetületet kapnak azok a problémák és nehézségek, amikkel szembenézünk. Persze nem szabad lekicsinyleni, nem lehet azt mondani a most éhező embereknek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, és csak olvassátok a Bibliát, és akkor már nem is lesztek éhesek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor a kenyerem megvan, akkor nem lesz ez túl fontossá, túl hangsúlyossá, nem lesz ez mindent meghatározóvá, amellett, hogy tudnék figyelni arra, hogy mit akar velem az Isten az életben azon túl, ami a munkám, vagy amivel a kenyeremet keresem. És néha arra is, hogy abban, hogy találom meg magamat, ahol vagyok éppen. Jézus ennek a kísértésnek ki van téve, és megmutatja, azonosul velünk a mi saját kísértéseinkben is, hogy ezen előtte, vele és benne gondolkozzunk, imádkozzunk és keressük a saját utunkat. A második kísértés pedig már egy magasabb fok, egy magasabb szükséglete az embernek, az alapvető szükségletek után nagyon nagy szükségünk van a biztonságra. Amikor azt olvassuk, hogy Jézust fölviszi a templom párkányára a gonosz, és azt mondja, hogy vesd le magadat, mert megvan írva angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben, akkor a biztonságról van szó, hogy biztonságban érzi-e magát Jézus ott a templom keskeny párkányán, ki tud-e lépni annak a szélére, és hogy ott érzi-e azt, hogy majd az Isten meg fogja őt védeni, sőt, ha leveti magát ebből a magasságból, akkor is isteni védelmet fog élvezni. Nagy szükségünk van a biztonság érzetre. És nagyon sokan megtapasztalják azt, hogy az Isten oltalmában lenni, az egy fantasztikus érzés. Ahogy az Ószövetség mondja, jobb az Isten kezébe esni, mint emberek kezébe esni. De ugyanakkor azt is érezhetjük, hogy ez soha nem lehet felelőtlen, Istenre mutogató, vagy Istent okoló, vagy hibáztató, túlságos magabiztonság és magabiztosság. Mert Jézusnak szintén van válasza a Szentírásból, figyeljétek meg, mindig az ígéből válaszol Jézus, és ő felelősen válaszol, mert felelős döntéseket fog hozni. Felelős döntéssel van ott az Isten előtt, és ugyanazt írja az Isten, hogy én vigyázok rád, de ez nem azt jelenti, hogy bármit megteszel, bármit elhatározol, bármerre mész, bárhogyan letérsz az útról, én majd feltétlenül és minden áron meg foglak téged óvni, hiszen neked is vannak döntéseid. Persze valahol a szívünkben van egy ilyen szerződésünk az Istennel, hogy én mindent megteszek, és ő is neki érte, és neki is mindent meg kell értem tennie. De tudjuk jól, hogy ez nem így működik. És ha mégis azt gondoljuk, hogy ez így működik, akkor egyszer csak elvész ez a biztonságunk, mert nem mindig úgy fognak működni a dolgok, és fognak történni a dolgok az életünkben, ahogyan mi szeretnénk. És akkor elveszítjük ezt a biztonságot. Elveszítjük ezt a gondviselésbe vetett hitünket, elveszítjük a támaszunkat, könnyen elveszítjük, hadd mondjam így. Mert azt gondoljuk, hogy neki az a dolga, hogy vigyázzon ránk. Könnyen tudjuk őt hibáztatni. Könnyen rá tudunk fogni dolgokat, hogy miatta történt, pedig ha belegondolunk, akkor inkább miattunk történt. A biztonság vágya szintén egy magasabb szintű, de alapvető emberi vágy. És olyan jó megtapasztalni az Isten közelében a biztonságot. Ahogyan énekeltük, hogy tudjuk, hogy mi Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk, ahogyan a hitvallás mondja. Hogyha ezt valaki tudja, nem
teszi felelőtlen emberré. De nagyon nagy biztonságot, nagyon nagy ölelést, nagyon nagy megtartást és megtartatást ad az életében. És a harmadik kísértés, amivel Jézus szembenéz, az pedig a hatalomnak és a birtoklásnak a vágya, hiszen azt mondja neki a gonosz, hogy felvíve egy igen magas hegyre, megmutatja a világ minden országát, azok dicsőségét, és mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Nagyon nagy kísértés. Gondoljunk bele az életünkben ennek a három kísértésnek a folyamába, hogy milyen nagy kísértés az, hogy a köveket mi is akár kenyérré változtassuk, hogy megoldjuk a kenyér gondjainkat egy csetintéssel. Milyen jó lenne, ha egyetlen mozdulattal egy védőhálót húzhatnánk magunk köré, mert az Isten az majd így fog bennünket védelmezni, semmi nem történhet velem, bármit csinálok. És milyen nagy kísértés, amiben Jézus benne van, mert mi is benne vagyunk, hogy egyre többet szerezhetünk, egyre nagyobb dolgok fölött birtokolhatunk, egyre nagyobb dolgokat birtokolhatunk, egyre nagyobb dolgok felett gyakorolhatjuk a kontrollt, és az a vágyunk, hogy az élet értelmét megtaláljuk, mert ez is egy nagy vágya az embernek, hogy az élet értelmét megtalálja, ahhoz belecsúszik, vagy elkorcsosul abba az érzésbe, hogy én uralkodok, hogy én birtoklok, hogy nekem vannak dolgaim, és ezek a dolgok határoznak meg engem. Amin van, az meghatároz, az megmutatja, hogy milyen vagyok, hogy ki vagyok én, hogy ki az én igazi lényem. Nem az mutatja meg, hogy mi van belül, hogy mit formált bennem az Isten, hanem az, hogy mivel járok, hol lakok, mennyit keresek, hova tudok elmenni, és mit tudok kiposztolni magamról. A gonosz nagyon nagy képű, mert azt gondolja, és elbizakodott, mert azt gondolja, hogy ővé az egész világ, és mindent nekünk adhat. Mindezt neked adom. És mégis érezzük, hogy amikor ennek a kísértése felmerül, amikor átlépjük a határainkat, átlépjük azokat a nagyon keskeny vonalakat, határokat, akkor érezzük, hogy nem minden az övé, de nagyon sok mindent tudunk így birtokolni, hogyha nem a jó döntést hozzuk meg, ha nem az Urat tartjuk a szívünkben szentnek. Mi az életnek az értelme? Nem a vagyon és nem a birtoklás, hanem valami sokkal több, ahogyan Jézus mondja és megfogalmazza, ahogyan válaszol, ugye így válaszol, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. A reformációban megfogalmazódott az SDG, kifejezésnek az értelme, Soli Deo Gloria, ami azt jelenti, egyedül Istené a dicsőség. És sokáig nem értettem, megtért emberként, fiatal teológusként, fiatal lelkészként, és ma sem mondom, hogy még mindig értem, de talán hajszányit jobban értem, de csak egy hajszányit. Hogy az SDG azt jelenti, hogy tényleg valahol mindenben az Istent kell a fókuszban keresni. Nagyon nehéz ezt az értelmet néha megtalálni. Mit jelent az, hogy egyedül Istené a dicsőség? És mégis újból és újból erre vezet bennünket, hogy mindenben őt lássuk, ahogyan Jézus is mindenben az Atyát látta. Utolsó gondolatként hadd mondjam azt el, hogy hogyan jön ki hát Jézus ebből a nehéz helyzetből. Két dolgot hadd mondjak, ha megnézitek az igét. Az első, amiről nem volt még szó, hogy a lélek viszi ebbe a helyzetbe.
A lélek viszi őt el a kísértésbe, az ördökhöz, vagyis hogy ez minden az Isten hatalmában, és a minden az Isten szerető tudatának a búrája alatt történik, valahogy ilyen kép van bennem. Vagyis, hogy ő is tudja, és valahol mi is tudhatjuk, hogy a lélek visz, a lélek vezet bennünket, akár még a nehéz helyzetekbe is. A lélek ott van velünk, és mutatja ezt a példát, hogy nézzétek, Jézus megkísértetett, és túlélte, és kijött belőle, és elment onnan a gonosz, és hogy ő veletek van. Jézus szívében ott vannak az igék. Jézus szívében ott van, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hogy ne kísérd az Urat, hogy csak a te Istenedet imád. És amikor ő a legnagyobb böjtjét éli meg, mert Jézusnak nem ez a legnagyobb böjtje. Jézusnak az a legnagyobb böjtje, amikor a kereszten azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Itt csak az étel hiányzik neki, itt csak a 40 napos egyedül lét van a pusztában, itt csak a sivárság van, itt csak a vágyaknak, az emberi vágyaknak a felbukkanása van, de amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor a legnagyobb böjtöt, az Isten böjtöt éli meg, az Atya böjtöt éli meg, az árvaságot éli meg, a teljes egyedül létet éli meg. Amikor ez a Jézus azonban ott van veled, sőt ott van benned, akkor érezheted meg, hogy bárhol jársz az életben, a világban, a munkában, a családban, az emberi kapcsolataidban, a könnyeid között, vagy bárhol, ahol vagy, megérezheted, hogy van egy belső erő, van valaki ott belül, mert a Krisztus él bennem, aki tovább visz majd engem. Jézus a legnagyobb böjtjét azért élte meg ott a kereszten, hogy nekünk őt ne kelljen böjtölnünk, hogy az Isten velünk létét, közelségét, együtt érzését még jobban megérezzük. Talán vezethetnek ezek az igék az elkövetkezendő napokban. Talán megszólíthat valamelyik nehéz helyzetünkben. Talán kaphatunk belőle vezetést, erőt és bátorságot. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Uram, eléd hozom most, ami feljött a szívemben. Eléd hozom azt, ami a legjobban fáj, és amivel nem tudok mit kezdeni. Eléd hozom a legnagyobb válságomat, a legnagyobb krízisemet, a legnagyobb tehetetlenségemet, amivel most szembenézek. Feltárom a szívemet előtted a kísértéseimmel és a bukásaimmal együtt. De köszönöm, Uram, hogy Te is átmentél ezeken, megmutattad, hogy az élethez valahogy, az összekuszálódott élethez ez hozzátartozik, de hogy Te ki tudsz vezetni. Uram, hadd rejtsem el a szívembe a Te ígédet. Nem csak kenyérrel él az ember. Egyedül az Urat, a Te Istenedet imád. Ne kísérd az Urat.
Hadd rejtsem el ezeket az igéket úgy a szívemben, hogy Te is ott vagy, Uram. Nem csak rejtve, hanem nyilvánosan. Uram, köszönöm, hogyha most valami fáj, azt akarod gyógyítani. Hogyha kudarcosnak élem az életemet, akkor sem veszed el a szeretetedet. Akkor is a Te közeledben vagyok, és Te a közelemben. És ez adhat erőt, hogy felálljak. Ez adhat erőt, hogy felém nyújtott kezedet elfogadjam. Urunk, imádságunkban kérünk a háború áldozataiért, a menekültekért, hogy gyógyítsd a sebeket, és mutasd meg, hogy ebben a nagy káoszban is Te mindenkinél nagyobb vagy. És imádkozunk a politikai vezetőkért, hogy a kísértéseket tudják elvetni, rád nézzenek. És kérünk, hogy Te légy ott a döntéseikben, és Te vezesd őket. A béke, a megbocsátás. A fegyverek megszűnésének állapotáig. Urunk, így köszönjük, hogy ma itt lehettünk, és közösen mondhatjuk a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvérek, nemzetünkért, és a békéért is, és az Isten jelenlétért is imádkozzunk a himnusz éneklésével. Thank you.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak, szeretete, szent lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Testvérek, szeretettel hívogatunk mindenkit a jövő heti gyülekezeti alkalmainkra. Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján úrvacsorai közösségünk lesz. Az esti istentisztelet pedig, ahogy ma is már hirdettük, este 7 órakor kezdődik. Mivel egy kicsit fel vagyunk szabadulva, talán egy kicsit a járvány alól jelenleg, ezért egy hétközi bibliaórát is hirdetünk a nyugdíjas testvéreknek. Szerdán délelőtt 9 óra 30 perckor van bibliaóránk a nagyteremben. Szeretettel várjuk a nyugdíjas testvéreket erre szerdán 9 óra 30 perckor. A záróének alatt fogjuk összegyűjteni az adományokat. Köszönjük, ha a gyülekezetünk tagjai adakoznak és támogatják a gyülekezetünket. A vendégeinktől ezt nem várjuk el, de ha megteszik, megköszönjük nekik. A kijáratnál lehet személyesen vagy elektronikusan is adományt adni. Záróénekünket énekeljük el, adjunk hálákat az Atya Istennek, 287. dicséretünk verseit énekeljük.